Önök az Emplén Televízió április 14-i pénteki híradóját látják. Jó estét kívánok, kedves nézőink! Kiemelt híreinkkel kezdünk. Szennyvízkezelés megújítását tervezik több milliárd forintból Sárospatakon. Húsvét az utakon is. Nagyobb rendőri jelenlétre számíthatnak az autósok idén is. Miniszteri elismerést kapott a Sárospataki polgárőrök vezetője. Sikeres közbeszerzés követően akár két hónap múlva indul a régóta várt szennyvízberuházás Sárospatakon, közölte hírműsorunkkal a polgármester. Aros János azt mondta, évtizedes gondokat tudnak majd orvosolni. A helyi és térségi foglalkoztatás egyedi igényeinek kialakítására pedig több mint 500 millió forintos támogatást nyertek, amelynek eredménye mindenképpen a piacképes szakmákra épülő helyi gazdaság fejlesztése lesz, mondta Aros János. Már folyamatban van a közbeszerzési eljárása a derogációs pályázatnak, mondta a sárospataki polgármester, vagyis várhatóan két hónap múlva megkezdődhetnek a régóta várt Sárospatak egészét érintő szennyvízberuházások. Mint ismert, egy több települést érintő pályázaton Sárospatakon 2,5 milliárd forint értékben modernizálják a rendszert, amelynek eredményeként nem lesz bűz a belvárosban, vezetékeket cserélnek a város több pontján, és más fejlesztéseket is végrehajtanak. Sárospatak területén nagyon sok olyan szennyvízvezetéknek a cseréje, amelyek nagyon rossz állapotban vannak, 30-40 éves azbeszt vagy betoncsövekről van szó, és láttuk itt az utóbbi években már 2-3 volt, amikor 5 alkalommal is gyorsan Viszmajor helyzetben kellett egy-egy ilyen csőtörést megoldanunk, tehát nagyon rossz állapotban vannak ezek az utak. Ezen kívül bele fog férni a szennyvíztelepünknek a fejlesztése, tulajdonképpen egy új technológiát, egy új szennyvíztelepet fogunk kapni ezáltal a beruházás által, illetve valamennyi olyan lakos, akik még nincsenek rákötve belterületen, azok rákötési lehetőséget fognak kapni, tehát a szennyvízvezeték elkerül az ő portájukhoz, és onnantól kezdve pedig nekik lesz majd lehetősége, és nekik kell rákötniük erre a rendszerre. Több a települési fejlesztéseket célzó úgynevezett toppos pályázatot is benyújtott a város. Egy fontos, a Paktumnak nevezett program már elkezdődhetett, amely egy alulról jövő kezdeményezést jelent, és alapvetően a helyi foglalkoztatási igényekre épül több mint 500 millió forint értékben. Végre egy alulról jövő kezdeményezés és véleménykikérés után dönthetjük el, hogy milyen képzéseket szeretnénk indítani. Mert ugye a korábbi rendszerek úgy működtek, hogy most asztalost fogunk képezni, most hegesztőt fogunk képezni, most varrónőt fogunk képezni. Senki nem mérte fel, hogy van-e rá szükség, vagy éppen hány főre van szükség. Most ez fordítva történik. Most megkérdezzük a településvezetőket, hiszen itt is Sárospatak konzorcium vezetőként több település tartozik hozzánk. Megkérdezzük a településeken élő, működő vállalkozásokat, hogy mit szeretnétek, mérjük fel az igényeket. Ezeknek az igényeknek a felmérése után készítjük el a megvalósíthatósági tanulmánytervet, amely alapján reményeink szerint ténylegesen olyan képzéseket tudunk majd indítani, amelynek a végén, a képzés befejeztével azok a vállalkozások, akik ugye tanácsot adtak nekünk, majd alkalmazni is tudják ezeket a képzésben résztvevő személyeket. A polgármester azt is elmondta, a város egészét érintően meghaladja a 14 milliárd forintot, azon pályázati beruházások nagyságrendje, amelyek a következő 2-3 évben megvalósulnak, és még számos korábban benyújtott program végeredménye a következő hónapokban várható. Kisebb koccanások és két személyi sérüléssel járó baleset történt márciusban a Sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság területén. A hatóság ezentúl részt vett a TISZPOL elnevezésű nemzetközi közlekedés rendészeti akcióban, illetve fokozott figyelmet fordított az ittas vezetők kiszűrésére is. A rendőrség a húsvéti hosszú hétvégén is jelen lesz az utakon, elsősorban a közlekedőket segítik majd jelenlétükkel. Ahogy korábban már beszámoltunk róla, március hónapban a Sátoraljaújhelyi rendőrkapitányság munkatársai több alkalommal végeztek úgynevezett fém módszerrel közúti ellenőrzéseket, melyek célja az ittas vezetők kiszűrése volt. Az akció a közlekedés biztonsági helyzet javítását irányozta elő.
A múlt hónapban szerencsére nem is történtek olyan súlyos balesetek, mint azt megelőzően. Összesen 14 esetben intézkedtek a rendőrök, melyek közül két baleset könnyű sérüléssel végződött. A két könnyű sérüléses baleset közül az egyik Sátoraljaújhely városában történt a Vasvári Pál úton, ahol egy segédmotor kerékpáros nem biztosított áthaladási elsőbséget egy gyalogos részére, és a gyalogos személy 8 napon belül gyógyuló sérüléseket szenvedett. A másik személy sérüléses baleset Cigány Pálcin összekötő útszakaszon történt, ahol egy személygépkocsi előzés megkezdésekor megzavarta vele szemben közlekedő gépjárművezetőt, aki az úttestről lehaladt, és az út mellett a gépkocsi a feje tetejére állt. Húsvét, a családi összejövetelek, a vendéglátások időszaka, de a hosszú hétvégén sokan indulnak útnak, kirándulások céljából is. A Zemplén Kalandpark is megnövekedett látogatói létszámot vonz egy-egy ilyen hétvégén, de több rendezvény is lesz az ünnep során a térségben. Éppen ezért a közlekedésrendészeti osztály is készül a húsvéti ünnepekre. A hosszú hétvégére tekintettel, ugye péntektől hétfőig jelentős forgalomra számítunk, ezért elsődlegesen a megnövekedett forgalomban próbálunk segíteni, de emellett természetesen kiemelten figyeljük, illetve megpróbáljuk kiszűrni a forgalomban ittasan résztvevő gépjárművezetőket, illetve akik agresszíven közlekednek, megpróbáljuk kiszűrni őket a forgalomban, és velük szemben az eljárást lefolytatni. A gépjármű forgalom mellett előreláthatóan nagyobb létszámban lesznek jelen a közutakon a gyalogosok és a kerékpárosok is. Éppen ezért a hatóság minden közlekedőt kér, hogy az ünnepek alatt nagyobb körültekintéssel közlekedjenek, vigyázzanak egymásra. Belügyminiszteri elismerésben részesült Kléma János, a Sárospataki Polgárőr Egyesület vezetője. Az Országos Polgárőr Szövetség 2016. évi beszámoló küldőgyűlésén a rendőrség igazgatási központjának auditoriumában vehette át az ezzel járó oklevel és tárgyutalmat. Az esemény keretében az is elhangzott, hogy a Sárospataki továbbra is mértékadó az Országos Polgárőr Egyesületek sorában. A 2016-os év szakmai és szervezeti területen a polgárőrség legsikeresebb éve volt. Az önkéntes bűnmegelőzők 9,2 millió közterületi szolgálati órát teljesítettek. Országszerte 2040 egyesületben több mint 60 ezer polgárőr tevékenykedik, ami azt jelenti, egy esztendő alatt 5000-rel nőtt a polgárőrség létszáma. Többek között ez is elhangzott, amikor dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, a polgárőrök elmúlt évi tevékenységét értékelte. Ezzel együtt idén is elismerték a civil szervezet életében fontos munkát végzők tevékenységét. Klima János belügyminisztériumi elismerésben részesült, amit ekkor vehetett át. Nagyon váltó volt az elismerés, tehát szó nem volt róla. Közel sem volt olyan kitűzés, vagy értesítés, hogy terjesztünk fel elismerésre polgárőröket. Küldöttgyűlés volt, arra volt meghívom 8-ára, és ezt a meghívót meg pénteken délután kaptam meg személyesen Túrós úrtól. Jól esett ez az elismerés. Jó volt ott polgárőrnek lenni a Teve utcába, jó volt Sárospatakinek lenni. Az elismerés Klima János szerint nem csak neki szól. Itt szól a támogatónknak, szól a polgármester úrnak, aki háttér munkába nagyon-nagyon sokat tesz a polgárőrséggel, nélküle nem működne úgy a polgárőrség, ahogy működik, és szól a rendőrség dolgozóinak, ahol magas szakmai képzést tartanak a polgárőrség számára. A polgárőrségnek köszönhetően kaptam meg, mert egy olyan jó kollektíva kovácsolódott össze itt Sárospatakon, hogy már fél szavakból is megértjük egymást. Összesen 3 személyt jutalmaztak idén, Klima János pedig már 3-ra vehetett át belügyminisztériumi elismerést. A Felvidékről kitelepített magyarokra emlékezett a Sárospataki Vas Albert kör. Az országgyűlés 2012-ben határozott arról, hogy minden év április 12-én tartják az emléknapot. Ezért ezt a dátumot választották, mert 1947-ben ezen a napon kezdődött a szlovákiai magyar lakosság Felvidékről való kitelepítése. A
Mihály Molnár László tanár-író az egykori legutolsó csehszlovák parlament magyar frakciójának vezetője tartott előadást Sárospatakon a Vas Albert kör szervezésében április 12-én megtartott a Felvidékről kitelepített magyarok emléknapján. A szlovák-magyar lakosságcsere egyezményt 46. február 27-én aláírták Budapesten, május 14-én elfogadta a parlament a kitelepítetteket szállító első vasúti szerelvény, 1947. április 12-én el is indult a Felvidékről. Körülbelül 100 000 magyart érint az áttelepítés, ugye azt kell tudni, hogy egy lakosságcsere egyezmény következtében kerültek át Magyarországra, és mindez még a 45-ös kassai kormányprogramon, meg a benesi dekrétumokon alapulnak, amely a magyarok mellett még a németeket is kollektíve bűnösnek bélyegezte meg, úgymond Csehszlovákia felbomlásáért, és innentől kezdve gyakorlatilag szabad utat adott annak, hogy a magyarokat és a németeket jogaiktól, vagyonaiktól megfosszák, szülőföldjükről elüldözzék, és mi erre a szörnyűséges eseményre, a 100 000 magyarra jogaiktól megfosztott szülőföldjükről elüldözött magyarságra emlékezünk. Az elnök azt is hangsúlyozta, hogy a ma már Európai Uniós tag önálló cseh és önálló szlovák állam jelenleg is hatályban tartja az európai jog és értékrendtől idegen kollektív bűnösség elvén alapuló benes dekrétumokat. Csehország és Szlovákia ugye azóta két külön állam, a benes dekrétumokat, amely a kollektív bűnösség elvén alapul, a mai napig a jogrendjében hatályosnak tartja, miközben az Európai Unió alapjogi chartája ezzel ellentétes, tehát nem ismeri el a kollektív bűnösség elvét. Kérdezem én, akkor 13 éve hogy lehet ez a két ország az Európai Unió tagja, miközben mondjuk a magyar jogalkotást nagyítóval vizsgálják napi szinten. Én a kettős mércét látom ebben, és azt, hogy minek után a benes dekrétumok felülvizsgálata nincs napirenden, így az elüldözött, jogfosztott magyarok kárpótlása sincs napirenden. A Vas Albert kör elnöke azt is kiemelte, úgy véli, az emléknap lehetőséget teremt arra, hogy a közvélemény előtt ne maradjon elhallgatva, vagy mindmáig sokakat sújtó esemény. A Szent Három Napban és a Feltámadás örömében teljesedik ki húsvét és az emberiség megváltás története. Nagybőjt idején a keresztény egyházban keresztutat járnak a hívők, amely 14 állomásban emlékeztet Jézus szenvedés történetére, ugyanígy a nagy heti liturgiákban elhangzott passió. A sátorajaújhelyi Árpádházi Szent Margit általános iskola tanulóinak egy közössége is elkészítette saját passiójátékát, amelyet a diáktársaik, tanáraik előtt mutattak be. Jézus bevonulása Jeruzsálembe, az utolsó vacsora, elfogatás a Getsemáni kertben, a kereszt halál, megváltás történetünk néhány állomása, a keresztény hit alapja, hogy Jézus keresztre feszítését követően harmadnapra feltámadt, kereszt halálával megváltotta a világot és győzelmet aratott a halál felett. A Sátoraljaújhelyi Katolikus Általános Iskolában az ünnepre készülve a gyerekek mutatták be Jézus szenvedésének és feltámadásának történetét. Nagyon méltóságteljes szerep, és hát megtiszteltetés, hogy én lehetek Jézus, és hát elég szomorú lesz, mert a végén ugye meg is halok, de utána fel fogok támadni, és ez a feltámadás, ez nagyon boldog lesz, és hát örülök, hogy előadhatjuk. A keresztény iskola tanulói már a böjt kezdetétől tudatosan készülnek húsvétra. Az iskolában, a hittanórákon, szentmiséken és a keresztúti ájtatosságok során folyamatosan előttük van a megváltás történet. A passiójátékon keresztül közelebbről is megtapasztalhatták az eseményeket és húsvét üzenetét. Ezek a gyerekek olyan családokból jönnek, ahol nagy segítséget kapunk ebben a munkában, viszont hogyha ők ezt eljátsszák és átélik, akkor sokkal közelebb kerül hozzájuk. Nem csak hallják egy felolvasás révén, vagy egy hittanórai feldolgozás révén, hanem itt együtt eljátsszák, és így akik majd meg fogják nézni, a kisebbek is, talán jobban megértik, hogy mi is történt valójában. Gubola Róbert, római katolikus esperes ezúttal is felhívta a gyerekek figyelmét arra, hogy Isten szeretete úgy mutatkozott meg az emberek iránt, hogy egyszülött fiát adta értük, és azzal, hogy Jézus Krisztus eljött és önként vállalta a kereszthalált, megnyitotta a mennyország ajtaját. Délelőtt bábszínház, délután állatsimogató és játszóház várta a gyerekeket a Sátoraljaújhelyi Művelődési Központban.
Az intézményben már hagyomány, hogy a húsvétot megelőző napokban gyermekprogramot szerveznek. Nyulak, kecskék, de még tyúkok is voltak az állatsimogatóban. És hogy ne maradjanak hímes tojás nélkül a hétfői locsolkodók, óvónők segítségével díszítettek tojásokat, készítettek asztali díszeket. Közös úton címmel egy nem mindennapi kiállítás nyílt meg a Sátoraljaújhelyi Kossuth Lajos Művelődési Központ Zemplén galériájában. Különlegességét az adja, hogy egy sátoraljaújhelyi család három generációjának alkotásait mutatja be. Dudásné Ferkó Klára a festő ma már közismert alkotója a városnak. A színek különösen fontos, kiemelkedő szerepet játszanak festményei megalkotása során, azokkal bátran, jó érzékkel bánik. Téma választásában a táj ábrázolása dominál. Ezek jó részét a csodálatos bodrogközi és zemplini táj ihleti, de számos képe Sátoraljaújhely látnivalóit ábrázolja. Sirokiné Dudás Andrea a festő lánya. Őt is elfoglalkoztatja a festészet. Gyermekkorában sokat rajzolt, porcelánfestészetet is tanult. Bemutatott festményei között találunk portrét, stilizált virág és épületábrázolásokat, valamint mélyebb, filozófiai mondanivalóval bíró alkotásokat, amelyeket leegyszerűsített formák és színek harmonikus kezelése jellemez. A harmadik alkotó Siroki Andrea, aki Sirokiné Dudás Andrea egyik gyermeke. Már az általános iskolában rajzszakkörre járt, ahol megszerette a rajzolást és fejlesztette képességeit. Több rajzpályázatot is megnyert, jelenleg kiadványszerkesztőnek tanul, amelynek szerves része a rajzolás. Szabad idejében is sokat rajzol és fest. Kiállított képein megelevenednek a japán rajzfilmek szereplői, hangulatos tájképei, emellett precízen, nagy türelemmel kidolgozott absztrakt alkotásokat is láthatunk. Kedves nézőink, végül pedig hallgassanak meg egy felhívást. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy 2017. április 18-a és május 30-a között tervezett időpontban az útburkolat és járda felület felmarása miatt a színház köz gépkocsival nem lesz járható, mivel az utat a kivitelező lezárja. A munkálatok befejezéséig szíves türelmüket kérik. Most pedig nézzük még egyszer legfontosabb híreinket egy-egy mondatban. Szennyvíz kezelés megújítását tervezik több milliárd forintból Sárospatakon. Húsvét az utakon is, nagyobb rendőri jelenléte számíthatnak az autósok idén is. Miniszteri elismerést kapott a sárospataki polgárőrök vezetője. Kedves nézőink, Önök a Zemplén Televízió híradóját látták, holnap este megyei híradóval, vasárnap este pedig heti hírösszefoglalónkkal a héten történtel jelentkezünk. Mára megköszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes húsvéti ünnepeket kívánok. Viszontlátásra!